Most pedig stíviai tésztát fogunk sütni, kifőzött tésztából, jó finom tanyasi túróval, hozzáadásával, anynéküli stíviai lesz, mert általában abban szektük. Teszünk bele vaníliás cukrot, teszünk bele mazsolát, tojást, cukrot, sót, majd mindjárt. De előtte ki kell jó margarinozni a sütő lemez alját. Mert azért lesz anyékülé, hogy a zsemle morzsás, ezért lesz az alja. Így jó kikenjük, aztán kizsemble morzsázunk. Meghintjük zsemle morzsával, ez lesz a alja, így, teszünk rá még, ha kell. Szerintem elég is lesz, lássuk. Így. Jó, olyan rázzuk, először ezt az alja. Kembe. Még ezt a kis morzsáját is belehintjük. És akkor most már éreztük, ezzel meg vagyunk. Így. Még só is kell. A só ki ne maradjon. Itt van a kifőzött tészta, ki van főzve. Belerakjuk a túrót. Jó finom házi túró. Mennyi? Egy kiló. Egy kiló. Egy kiló, igen. A tészta az mennyi? Hát a tészta az olyan negyed kilónyi van kifőzve. Ebbe teszünk sót, nem sózzuk el. Így beleteszünk. Két csomag vaníliás cukrot teszünk bele. Így. Jó, érezzen rajta a vanília, de még egy kis vízt is kell bele, a cukrot eltesszük, vagyis a ezét, a sót, mert arra nincs szükség, még egy kis vízt az kell. Teszünk bele margarint, így, teszünk bele kis tejfölt. Ez nem kell. Tesszük.
teszünk bele. Mazsolát. Teszünk bele cukrot. Egy 5-6 kanál cukrot teszünk bele. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Már még nyilván 7. Így, jó. Ez most már. Elég lesz bele. Ezt félretesszük. Így. Így, kész. Utána. A tojásokat egyenként beleengedjük. Négy egész tojást teszünk bele. De majd utoljára kell. Egyenként, hogy nehogy rossz legyenek a tojások. És hátlanul se. Így, az ötödiket pedig meg fogjuk hagyni, a tetejére tejföllel elkeverni. Bele egy kis lisztet is. Egy kis lisztet, majd meglássuk, hogy mennyit kíván két ilyen kanállal. Majd, ha szükség lesz, még úgy veszük észre, hogy teszünk hozzá. Mostan még ebbe is teszünk tejfölt. Na, most már. Két évvel kanálni. Hát ilyen kis lisztes kanállal van benne. Most már az egészet összegyúrjuk. Itt van benne a margarin is, ez is. Cukor is van benne. Itt van a tojás, tészta. Így a tolóval összedolgozzuk. Az egészet, a margarin is benne. Még egy kis lisztet tehetünk bele, nem sokat. Rétes lisztet teszünk bele, így, jó? Aztán só, cukor, vaníliás cukor van benne, tejföl, margarin. Jó, összekeverjük.
És ma előzőleg begyújtottuk a sütőt. Nem forró sütőbe kell. Forró sütőbe kell betenni, és aztán, mikor már átmelegedett, aztán majd kicsit lejjebb venni. Hát ugye melegén kell, de nem a megégetni. Na, így. Most már bele rakjuk a előre elkészített tepsibe. Így még keverünk rajta egy kicsit. Van súlya. És beleöntsük. Na. Simítsuk. Így. Most már ezt a tojást is. Majd egy kis margarint mindjárt teszünk bele. Ebbe is. Ugye megmosom a kezemet. Kenjük, és már mehet is mindjárt a sütőbe. Így. Még egy kis tejfölt. De még teszünk bele egy kis medgyemmet, dobálunk bele, még finomabb legyen. Házi főzésű medgyem. Próbálunk a sarkaiba is tenni. A sarkaiba.
Most már pedig rákenjük. De ebben jobban járunk, ha kezünkkel simítsuk el. A tojásos tejfölt. A margarin van benne. Nem baj, ha belenyomkodjuk, így, hogy legyen a sarkába is azért. Egy kicsi. Így, így jusson egy kicsi. Majd még mindjárt teszünk még egy, még szórjuk egy kis cukorral. Így jó. Megmosom a kezem. A tetejére szórunk egy kis cukrot. Egy kis cukrot szórunk. Megmosom a kezem. Tudjuk a sütőbe sülni, hogy hadd süljön meg. Jó forró a sütőnk. És akkor így hadd süljön. Hát körülbelül, hát egy 3-4 óra hossza kell neki, hogy kisüljön. Vagy fél óra, attól függ, hogy milyen a... Most már kivesszük. Hát 3-4 óra hossza kellett, hogy még süljön. Mindjárt is zárjuk a sütőt. Így egészen. Most már. Így. Nagyon finom illata van. Még így kivesszük. És kész. Na. Ilyen lett. Megsült. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Hogyha a látszat tetszik, még hamar elkészíthető, akkor véleményezzenek bennünket, még lájkoljanak. Megsült a stíriaink, nagyon szépen, finom illata van. Stíriai. 3-4 óra hosszáig, és nagyon finom, előtte egy leves, és utána ezt is lehet egy jó ebéd, vagy uzsonna. Akinek tetszik, legyen hozzászólása, szóljon hozzá, és akkor lájkolják. Csatlakozzon a csatornára, és jó étvágyat kívánunk az egész családnak. Még az... Na, jó van. Jó étvágyat mindenkinek.